Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai napon meg fogjuk nézni a 66-os buszt szóló kiadással, hiszen azért már szinte minden hétvégén van arra példa, hogy egy nap nem a megszokott csuklós arrivás konnektók mennek. Ugye ennek az oka a nagy személyzethiány. A mai napon két szólóbusz is ment egyszerre, ugye az RVY609 helyre most állt be egy konnektó, és akkor az igazából meg is oldódott. Illetve hát hajnalban volt egy csuklós vanhul, és így reggel meg délelőtt volt még egy PK-n, tehát azért azon a 31-es forgalmi volt minden, ahol most az SKR 831 az ugyanúgy megy. Hát ezt pótlásnak nem hiszem, hogy lehet nevezni, inkább különlegességnek, meg azért a személyzet hiány az rendesen beleszól ebbe, hiszen azért, aki emlékszik, még augusztus elején forgattam egy olyan videót, ahol a 114-esen és a 213-ason, ami igazából egy vonalcsalád, egyszerre két pótlás volt, ugye egy csuklós Nesgen konnektó és egy csuklós Volvo, tehát ezek mentek ott egyszerre, és hát ott is hiány van tulajdonképpen mindenhol, úgyhogy meg fogjuk nézni, ahogy szóló konnektó, hogy teljesít, és akkor meglátjuk, hogy igazából elég egy szólóbusz hétvégén a 66-osra, úgyhogy akkor gyertek velem. Hát ezzel meg is vagyunk, viszonylag amúgy lehetett videózni így hátulról is. Szóval hát egyébként ennek tanúság alapján simán kijöhetnének már egy utasszámmérésre, hogy egyébként egy sima szóló arrivás sem állni is elég lenne hétvégén. Ezek alapján hát én nem értem le pontosan az utasszámot, de mindenki bőven kényelmesen elfért. És egyébként egy moduló beállt a 66-osra, az NTP 546, ami egyébként nagyon gyakran kártézik, pont gondoltam is rám, hogy egyébként milyen gyakran kártézik, hát ide is jött, és egyébként még az RVY609 is fel van jelentkezve, tehát a 66-osra most három szólóbusz látható a real-time-be, úgyhogy hát ez nagyon érdekes, és mutatja is a helyzet súlyosságát.
úgyhogy akkor megyünk még az NTP-vel is.
vissza is érkeztünk ide, a Hősök terére. Úgyhogy végül is gyakorlatilag ennyi a videó, hiszen megnéztük, hogy milyen különlegességek vannak most a 66-osan. Egyébként érdekes, hogy hétköznap annyira nem is szokott lenni. Ugye néha-néha sűrít egy vanhul, például szeptember első napjaiban volt egy lovis a 66-oson, ez pedig mindenképp különleges volt. Hát ugye még júniusban pótolt Ikarus 412-es is, és az azt hiszem pont a BP013 volt, ami a mai napon kigyulladt. Ugye most 16 óra 25 perc van, hogyha fókuszálna a telefonom, de ez annyira nem sikerült. Szóval az úgy néz ki, hogy kigyulladt, és hát annyira nem is érném el megcsinálni, hiszen 2025 májusáig van forgalmia. Úgyhogy hát maximum az lesz tényleg, hogy visszahoznak egy selejt 412-est, mint ahogy ez a Govoknál is volt, ugye 850-et, meg a 878-et visszahozták. Én a BP057-et el tudnám képzelni, hogy visszahozzák. Hát nem bizony, hogy ilyenre fog sor kerülni. De az egy 8412-esre mindenképp szükség van, hiszen bármikor lehet rájuk számítani, mondjuk ez egyébként nem igaz, mert most is kigyulladt az egyik, de azért még kellenek néha-néha, hogy beugorjanak. 2017-esre is, ugye ma ment be, csak ugye BP013 valamelyik van hult vagy Mercedes-t váltotta, úgyhogy végül is ez lett most a beszédtéma. Nem is az, hogy az Arrivánál milyen sofőr hiány van a 66-oson. Hát én még a nyár utolsó hétvégén láttam, vagyis hát az utolsó előtti én láttam két pótlást egyszerre, ugye egy csuklós Next Gen Connector, illetve egy MXC, de NTP-t még soha nem láttam, úgyhogy ez most nagyon különleges volt, és nagyon örülök, hogy elkaptuk, és lehetett jó felvételeket csinálni róla. Határútig már nem akartam visszamenni, megláttam, hogy a 135-ösön megy a DPI 206. Kedvenc van húrom, nagyon örülök neki, hogy ez itt törzskocsi nálam, úgyhogy majd azzal fogok hazamenni. És akkor köszönöm, hogy itt voltatok ma is, legközelebb találkozunk egy ilyen 3 nap múlva, tök is. Sziasztok!